Egyre több kibertámadás történik a világon, ahol az ipari kémkedés, az adathalászat és a vírus támadás is egyre elterjedtebb. Ebben az új környezetben sokan szeretnének nagyobb védelmet, egyfajta digitális pajzsot Európának. Emmanuel Macron francia elnök például azt szeretné, ha az európai cégek adatai a kontinens szerverein maradnának. Szakértők szerint azonban ezt a folyamatot lassíthatja az, hogy Európában nincsenek internetes óriás cégek. Európában nincsenek olyan óriás vállalatok, mint a Google, a Facebook vagy az Amazon, amelyek lehetővé teszik ezt a csodálatos internetszolgáltatást. Most amerikai cégeket használunk, de a jövőben ez változni fog. A kérdés, hogy hogyan tart majd lépést Európa ezzel a kérdéssel, mondta a belga kiberbiztonsági központ vezetője. Az elemzők szerint a törvényalkotás valószínűleg nem lesz képes lépést tartani a változásokkal, és valószínűleg a felhasználóknak is hozzá kell majd járulniuk a nagyobb biztonsághoz, például a névtelenség feladásával. Több rétegű személyazonosításra van szükség. Ha a sütögetéshez használható recepteket akarunk keresni, senkit nem érdekel, ha a weboldal tulajdonosa nem ismert. De ha megadom a hitelkártya adataimat és a személyes adataimat, akkor olyan oldalt választanék, amelynek a tulajdonosa rendelkezik egy kiterjedt azonosítási igazolással, tette hozzá a szakértő. Where the owner has a certificate, like extended validation certificate or identity validated certificate. Az Európai Bizottság már dolgozik a digitális személyi azonosító létrehozásán. A kiberbiztonság kiemelt témája a következő szlovén uniós elnökségnek is. Brüsszelben 2016 óta aktívan foglalkoznak a témával. Az EU-nak konzisztens politikája van, ami folyamatosan egy irányba halad. Ez arról szól, hogy egy irányba haladjunk a támadások kivédése érdekében. Például létrehozunk egy koordinációs központot az összes tagállamban, és egy hónapon belül jóvá hagyjuk majd a közös intézményt, amely a kibertámadások ellen léphet majd fel, mondta egy EP képviselő. Az internetes zaklatások kérdéséről szerdán az Európai Parlamentben is vitáznak majd.